Szerintem lehet charge-olni egyébként ezzel a ágyú valami a rakétavetőn. Hát a rakétavetőn a terepjáron van. Most azért külön nézzétek rá ebben a csatornában, nem ez alagudban ilyen karambol történt. Eléggé azért. Hát hogy is mondjam, eléggé. Ó, az igen! Ott jött a gyors zombi, és én meg egyből rárobbantottam azt a szart. Na most nem fognak meglepni. Úristen, ez a Pulse Rifle baromi pontatlan fegyver. Ó, ez szép volt egyébként. Ó, Trabant. Hogy is van a dal? Mert Trabantban szállni élvezet, gyorsabban szállni, mint a képzelet. Nem tudom, hogy van az egyébként, egyszer hallottam pont egy Half-Life-os videó kapcsán, mert milyen muri, hogy van Trabant a Half-Life 2-ben, nem nagyon, nagyon nagy dolog lenne. Ja, be lehet menni egy ilyen hegyiségbe is. Ahol van társaságunk, egy hot crab. Ó, és még kint dörömbölnek is, ablakunk van a zombik. Vagyis nem az ablakunk, hanem azon az ablak van. Jönnek. Ó, be akarja lökni a kiszakott a hordót. Nem baj, én lövöm ki. Mondjuk, ha én kilövöm, hát abba belehal. És kár nincsen radiátor, vagy ilyesmi. Nekem a radiátorok a specialitásaim. Ó, úgy, na, végül csak meg lett. Mondtam, hogy gyorsabb leszek, de előző végigjátszásra nem néztem be ebbe a titkos. Hát akkor most benézek. Mondjuk azoknak, akik x hónap, esetleg év múlva nézik ezt a videót, nem mondjuk utólag ismerik meg a nevemet, hát azoknak aztán húton fényében csinálta a második felvételt is. Ez a Pulse Rifle nagyon pontatlan fegyver, de cserébe erős. Olyaj, ott egy jéget holtest, fú, úgy van. Amíg szerintem valaki karambolozik és úgy gyújt ki a kocsi, akkor nem marad meg ennyi belőle. Nagyon mindegy. Menjünk tovább. Úristen, mekkora vérfolt van ott. Hát ugye mondtam már, hogy általában így ezzel jár, hogyha karambolozol, szóval a kosonodrogokkal, meg a... Majd utána mit fennakadok, mert olyan vaslő van, nem látom merre kell menni. Van még egy gyors zombi üvöltés. Hál' Istennek engem felvilágosítottatok arról, hogy... Na, látom már. Hál' Istennek engem felvilágosítottatok arról, hogy az üvöltés, amit Raven Home elején is hallottam, az nem farkas volt, hanem gyors zombi. Na, akkor tovább. Akadályok. Elmegyek mellettük. Átmegyek, mint Finga gatyán, szoktam volt mondani. Ahogy a Mucsi Zoltán kolléga is azt szoktam mondani. Ebből a házba menézek. Ahogy hallom, hogy van Combine. Most terepjáróval vagyok, szóval most baromi menő vagyok így. Egy akciófilmben behajtok ide terepjáróval. Hát inkább ilyen, igen, terepjáró. Egy ilyen kurva egypixi sem tud semmit ellenem csinálni. Úristen, fúj, ez undorító. Ezek itt eltemették a... Mi ez, elégették az embereket, hogy mi a tasz? És még egy hajó is van itt. Nem lepődnék meg, hogyha izé... lenne rajta valami. Igazából meglepődnék. Hát egyszer lepődnék meg, és egyszer nem. Ó! Oh! Annyira tudtam! Két medik itt, mondjuk azzal sokra nem megyek, szóval inkább megnézem, mi történik, hogyha kihajózok a tengerbe. Nem kihajózok, hiá vagyok. Kiúszok. Ojaj! Férgek! Nem lehet őket lelőni. De undorít, ezek hogy néznek ki? Fúj! Vagy akkor inkább nem is megyek oda. Sírkövek.
Mégis egy kényelmes kis ház lett, csak áll, itt olyan életetlen körülmények alakultak ki. De nézzünk be. Még több ellátmány után, ha már olyan rossz katona vagyok. Retkes konyha. Emelet. Na most nem szakad be. Zombik talán vannak rajta, de nem szakad be az emelet, amikor, és a lépcső, amikor rámászok. Vagy halott ember meg. Jaj! A rohadt anyátokat! Ezeket hogy intézem el? Jó, azért van kitörve az ablak. Ó, de zsömle! És pont el tudom dobni a tengerig. Mindegy. Ó, fel is robbant mind a kettő. Király. Ablakon esetleg kimenni. Gyors utazás. No. Akkor nem. És még itt is jön, hát megkulázok mentem. De egyébként a házban sok más nincsen. Igazából... Jaj, de még itt is. Ezek bedobják ezeket? Hogy mi attól, hogy bejönnek mindenütt? Na, igazából nem érdekel annyira. Na, tényleg tök mindegy egyébként. Megyek is tovább. És kitekintésnek azért nem volt rossz. Ha kell ilyen is. Akár megtudtuk a terepjáróval sem sokkal könnyebb elintézni a kampányt, tehát úgyis benyalsz pár lövést, de nem annyit, mint hogyha kézzel lábbal harcolni. Jó van, na. Roncba hát nem felakadtam, megakadtam. Meg az a piszok lő rám. Jaj, na innen azért szavonok volt szintjában. Ja, már tudom már, ez a szar rá oda ment. Azért akadt meg. Hát nem volt még soha példa arra, hogy velem ilyen történt, szóval nem tudom, hogy mit fog csinálni. Maradok a kocsiban, úgy sokkal könnyebb lesz. Ezektől a piszkoktól megszabadulni. Na. Hát, de még itt is mellé megyek, hát nem igaz. Áááá! Jó, ma megcsinálom újra. Tökölök itt ennyit. Mikor olyan szépen simán megcsináltam, most meg ez. Fatális hibák. Kihívta az ásit, aztán előttem a... és eljutottam a francba. Piszok ámbokfutó vagyok. Behajtok oda a gecire aztán. Nem engedi. Mondjuk az ágyú mindig is úgyis megvan. Na most legyél kemény. De nagy jampi vagy. Anyád úristen. Ha megint lőtt elő, pedig most alának gyorsan akartam lőni. Á, de ha azt mondja, hogy nem, akkor nem. Idegesítő harcolni. Ebben a játékban legalábbis nekem baromi idegesítő. Borderlands 1000-szer jobban megy, ami egyébként egy baromi jó játék. De az első mennyi videót megcsináltam, folyamatosan toltam szinte. Nagyon, nagyon jó. Nagyon jó játék. De tényleg ebben van turbo mód is. Tudnék ilyenkor repülni egyet. Most is szaladtam is konkrétan. Tök jó pofa. Hát én nem, ugye nem igazán volt rá szükség. Jaj! Ez olyan, mi az? Nyitóval át lehetne ugrani? Kerülés nélkül? Ki tudja. Ó, jaj, mekkora rancsú. Nem vagy kikerülöm, hogy a katona József mondta, gyönyörűségesen okosan. A katona József nevű ember. Oké, ez most gyorsan, mert jönnek a dropshipek. Abban csak egy ilyen elemet kell bebaszni, aztán mehetek is tovább. Elvileg legalábbis úgy emlékszem, úgy volt. Úgy volt, nem?
Nem, nem úgy volt, itt meg kell valami. Oda fölmenni talán. Nem tudom. Inkább akkor mégis az állok harcolni. Jaj! Belőlük az ajtót, rohadjak meg. Nem tudom, belülnek valamit, tök mindegy mit. Bosszant, hogy a dropshipre fel van szerelve izé, ilyen ágyú is. Szóval nem lehet csak úgy ellene menni a... ennek a... csinak. Na! Ah, szép volt! Első sikeres gránát visszahajításom. Az meg a második. Jaj. Francba! Egyszer besül. Biztos van, hogy egyszer be fog sülni. És nekiálltok vadászni medikiteket. Nem tudom, nagyon nagy problémáim lennének, úgyis volt. Ja, ott van a harmadik elem. Ilyen autóakkumulátor, gondolom azért volt ott bent. Ez furcsa egyébként, a múltkor kettő ilyet belelőttem, kettővel kinyílt. Egyébként itt volt a... ezen a helyen csináltam a legelső Half-Life 2 videót. Kiszedtem ezeket az akkumulátorokat innen. És innen a szoba másik végéből lőttem be oda a Gravity Gunna, mert az jó móka volt. Na, valahogy így. Ó, persze ott is először mellé ment. Másodszorra már nem. De akkor már játszok vele szívesen. Na, csak belemegy. Ó, meg így is, jaj de. De nagy jampi vagyok. Na jó, így azért elég magas a szög. Máshogyan kell, szóval akkor inkább nem. Szépen lassan ki is nyíl. Nem tudom mi a tossz, amire rá van ez kötve. Talán kocsira, vagy nem tudom, de tök mindegy. Tovább tudok menni, ez a lényeg. Ismételten egy alagútba. Adok rá egy kis nitrót. Jaj, áp! Ilyenkor azért nehezebb menni. Egyébként sok kritika érte a vezetői tudásomat a korábbi videók alapján. Nos, itt ez úgy nem, hogy azért mentem neki sokszor a falnak, mert így rányutroztam, aztán nem tudtam kanyarodni, mi sem megállni. Szóval nem mindig a vezetési tudásommal van probléma. Ó, oh, de itt most zombik nincsenek. Hát egy szép kilátás a tengerre, és a szép lassan lenyugodik a napra van. Közben ide érünk a Lighthouse Pointba. Hey, over here! Itt vagyok. You made it! Igen, megcsináltam. Kocsimat keresi a kambány. Érted? Nem áll engem, hogy ezt a szaros tragacsot keresi. Viszont éppen emiatt akkor le is kell parkolnom. Tehát innentől kezdve kb. Vége is lesz a autós kalandjainknak. Na, de az igazi kalandjainknak korán sem. Na, akkor mondjuk, hogy búcsúzok el az autótól. Katonai tisztretarás keretében. Na, meg volt akkor. Tovább. Na most, ami most van, azt nem teszünk zsebre. Ó, jó van. Nem vagyok nagyon nagy ember. Nektek is mindig mondtam. Na, incoming dropship. Szóval most egy ilyen harc helyzet jön. Ahol viszont én nem fogok szarozni, szépen kimegyek, aztán szétlülök mindenkit. De mondjuk ennyi medikittel és ennyi ilyen egészségi állapottal nem kéne. Fel kéne tankolni. Mondjuk igazából már meg is történt. Hát ez a kerre mondtam, ne szövettem olyan sok kártot, hogy most pofámba robbant egy gránát. Most nem érdekel, most hiába lehülyéztek én, mint egy ilyen Katamari Rambo oda megyek. Katamari Rambo Edition oda megyek és... ja, ott vannak. Na. Társulásiak, jó van. Nem tudom, minek jött ide, itt egy árva lélek nincsen igaz.